Az Európai Uniós választásnak két tétje van. Egyrészt, hogy olyan politikusok irányítják-e majd a szövetséget a következő években, akik ellenzik és meg akarják állítani a migrációt, vagy pedig olyanok, akik támogatják azt és minél több migránst akarnak Európába hozni. Ezt mondta Kósa Lajos a Szekszárdi Fórumon. Mi abban hiszünk, hogy erős nemzetállamok szövetségéből áll az Európai Unió, de vannak, akik egyfajta birodalmat akarnak Európa Egyesült Államok, vagy Föderációs Európa néven. Mi szerintünk ezzel Magyarország rosszul járna, és a magyarok rosszul járnának. Mi azt gondoljuk, hogy egy erős ország, erős kormánya az, amely a magyar érdekeket jobban tudja képviselni, mint egy föderális Európa, ahol Brüsszelben mondják meg, hogy itt a Szekszárdon hogy kell kötözni a szőlőkarokra az indákat. Most persze képtetesen mondom, de az tessenek a szónak a szoros értelmében is venni, mert az Európai Unióban már megértünk állatvédelmi, jóléti berendezések kötelező felszerelésének a vitáját, a lengyel kígyó borka hajrásszögéről szóló vitát, hogy az mennyire hajolhat, illetve a HACCP rendszer kötelező bevezetésének a kérdését, ami mind-mind azt mutatta, hogy ez a brüsszeli szemlélet ez nem nagyon törődik azzal, hogy itt konkrétan Szekszárdon, vagy Somogyban, vagy éppen a Hajdúságban, hogy élnek az emberek, mint élnek, mit akarnak, jó-e az nekik, vagy egyáltalán van-e arra lehetőségük, hogy mindazt, amit tőlük megkövetelnek, azt teljesítsék, ha egyáltalán van ennek értelme. A Fidesz országgyűlési képviselője és a Parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke szerint az Európai Uniónak erős országok szövetségéből kell állnia, nem pedig az Amerikai Egyesült Államokhoz hasonló egy központból irányított laza szövetséges államokból. Mi egy erős Magyarország, erős magyar kormány és erős nemzetek szövetségén alapul Európát képzelünk el, olyat, amely megvédi az embereket a migrációtól, és nem támogatja a migrációt, hanem ellenzi azt. Horváth István, a szekszárdi választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője azt mondta, hogy a Fidesz és a KDNP aktivistái április 6-a óta csak a szekszárdi választókerületben már több mint 12 ezer támogató aláírást gyűjtöttek össze. Ez nagyjából megfelel az elvárásainknak, de minden héten ez gyakorlatilag növekszik. Mi úgy érezzük, hogy nagy az érdeklődés. Egy kicsit először féltünk a támogatás intenzitásától, hiszen akkor tavasz vannak itt a választókerületben Szekszárdon az emberek, elsősorban nem aláírásokat gyűjtenek, hanem szőlőbe mennek és készülnek majd a későbbi szüretre, illetve kertészkednek, de azt kell, hogy mondani, hogy az emberek komolyan veszik a választásokat, érződik azt, hogy a választópolgárok érzik, hogy tétje van az Európai Uniós választásoknak, és én reménykedem, mint ahogy eddig is megfelelő részvétel lesz, és a Fidesz-KDNP megfelelő súlya minél több szavazatot fog tudni kapni. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt emelte ki, hogy korábban Tolna megyében több alkalommal fogtak már el migránsokat, például Bátaszék térségében az M6-os autópályán. Ezért az itt élők nagyon is valós veszélynek érzik az illegális bevándorlást. A szekszárdiak pontosan érzik azt, hogy amennyiben az Európai Uniós választásokon többségbe kerül a Fidesz-KDNP, még pedig így lesz természetesen, akkor azt gondolom megteremtődnek azok a feltételek, amelyek a város biztonságában és a város biztonság jövőjében meghatározóak lesznek, és megteremtjük azt a lehetőséget itt Szekszárdon, hogy az emberek azzal foglalkozzanak, amivel szeretnek, majd a későbbiekben biztonságban tudják a családjuk, a gyereküket, és biztonságban végezik a munkájukat. Én azt gondolom, hogy ez az Európai Uniós választás a település szempontjából arról szól, hogy oda megyünk, szavazunk, és megteremtjük-e annak a feltételeit, hogy a következő években, sőt, ez ugye, ahogy elmondtam a múltkor, és nem 5 évről szó, szerintem ez egy sokkal hosszabb távú döntés most ebben az esetben, ami kiak majd a következő generációk életére is. Az európai parlamenti választást május 26-án tartják.